Mennyire Isten áldása ez a szerep önnek, Terence Hill, illetve a Don Matteo szerep? Hát ugye ez az előzőek hozadéka volt már ez a sorozat. Ez is meg az Alpesi Őrjárat, ugye a másik sorozat, amit csinált, vagy csinál még most is állítólag. Hát az Alpesi Őrjáratban ott ugye rendkívül jó lovagol, hát nyilván ez olyan, mint a biciklizés, hogy nem lehet elfelejteni. Megöregedni lehet, de nem lehet. Úgyhogy tökéletesen lehet látni, hogy maximálisan jó lovagol, ura abszolút a testének. Talán 76. éves most, azt hiszem, pontosan. Úgyhogy, és hát az, hogy most megint, mert úgy tudom, valahol Los Angelesben élt hosszú ideig, csak ugye forgatni jött át ide. De hát most ez a két sorozat szerintem ez kitölti az életét, úgyhogy hát ezt a Alpes Őrjáratot is valami fantasztikusan szép helyen, ugye az olasz Alpokba forgatták. Az interneten megnéztem, volt erről egy ilyen idegenforgalmi tájékoztató, hát elképesztő szép ez a tó, meg a környéke, és az egész ott játszik. Hát gondolom, ott lakik a családjával, és hál' Istennek ugye van. Jó, most már ezekben a filmekben látszik, hogy ezt úgy vállalja nyilván, hogy ne kelljen sokat tanulni. Tehát azért ő nagyon keveset beszél itt azért már, hát érthető. Gyakorlatilag igen, ritkán szó, de ott van mindig a háttérben megfigyel és akceptál, vagy eldönti azt, hogy ez most... Igen, és ezek olyan egy sémára készülnek, mint tehát mindig egy pici kis bűnügyi történet, ami nagyon... hogy mondjam, busztán van megcsinálva, mert ugye soha nincs vér, meg soha nincs, nem látunk legyilkolt, eltorzult arcokat. A kisvárosi gyilkosságok, ami a Universal Channel csinálta, most hogy nem, még akkor másképp hívták. Na mindegy. De ő csinált, ez nagyon hosszú sorozat volt. Ma is megy, még csak az én figurám nyugdíjba ment. Nem tudom, 9 vagy 10 év alatt csinál. Ami egy angol, ilyen viktoriánus korabeli kisvárosban játszódik, az ugyanez volt. Soha nem volt, nem láttunk. Csak éppen úgy eltűnni egy pillanatra a holttestnek a sziluettjét. Tehát nincs benne semmi. És mégis izgalmas volt. Nagyszerű figurák, isteni angol típusok, arcok, skót, ír, arcok, figurák voltak benne. Nagyon jól meg volt csinálva. És izgalmas volt. És nagyon jól keverték, adagolták az izgalmat, a humort egy picit. Tehát lehet úgy, ez... Ugye az amerikai filmgyártás az ment el úgy, vitt el úgy ezt az európai ízlést, hogy kicsit sok legyen benne a sokkoló. De én szerintem, lehet, hogy persze ez az ember korából adódik, hogy ez úgy teljesebb, mert úgy az ember nem fúzza el a száját, hogy jaj, ezt miért mutatják meg, ezt miért kell látnom. Viszont a történet, az emberek, a típusok, azok meg tökéletesen ki vannak bontva.